felújításra szorult a út, A Szabadság tér átfogó rekonstrukciójához kapcsolódóan a szökőkút javítási munkálataival már végzett a Kecskeméti Város üzemeltetési nonprofit KFT. Így a tavaszi újraindításkor Luca kezéből ismét folyni fog a víz. Eszemerei aki Klaudia mondta a rádió egy gongnak adott interjújában. A város vezetője arról is szólt, hogy rendbe az öntözőrendszert is. A Lucakút megújulása után az idei felújítási program következő eleme a híres forrásszögőkút. A munkálatok elkezdődtek. A forrás teljes körű áttisztítása után a vízgépészeti egység felújításával folytatódik a munka, amely teljes egészében májusban fejeződik be. A rekonstrukciós munkát a Rákóczi úton folytatják. A főtér zöld felületeinek tavaly megkezdett rekonstrukcióját idén tovább viszik. A megújuló híres út környékén az ágyások és füves felületek teljes körű újra telepítése az előkészítő földmunkákkal indult. Az ágyásokba hamarosan cserjék, ennyári és biodiverzévelők kerülnek.